Köszöntöm Önöket! Lassan a végéhez közeledik Gülbaba Türbéjének régészeti feltárása. Vendégünk Papp Adrián, a feltárás vezetője, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mielőtt még a régészeti feltárás részleteiről beszélnénk, ejtsünk szót arról, hogy pontosan mit kell tudni Gülbaba Türbéjéről, hiszen hát a történetét nem biztos, hogy mindenki ismeri, azt talán tudja nagyjából minden kerületi, hogy hol található, de a pontos történetének azért utána kell olvasni, én azt gondolom. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Maga a Türbe az 1540-es években épült, tehát egy igen régi emlékünk. Azért nagyon fontos, mert Budapesten és egyáltalán az országban is sokkal-sokkal több Türbe létezett. Ez egy síremlék. Általában vagy valamilyen vallási vezetőnek, vagy valamilyen világi vezetőnek építették. Viszont nagyon kevés maradt fönt az országban az oszmán hódoltság korából, összesen 2 áll, van egy még Pécsett és van itt Budán. Ez azért is nagyon érdekes ez a Türbe, mert az a személy, tehát Gülbaba, akihez kötődik, ő Buda történetében, oszmánkori történetében egy igen érdekes személyiség volt. Miért volt ő érdekes? Nagyon-nagyon rövid időt élt Budán, alig néhány évet, sőt a legendák szerint szinte csak néhány hónapot. Viszont mégis a korszak végére, tehát a 17. század második felére ő lett Buda védőszentje. Azaz az egyik, mondjuk úgy, hogy vallási életben, vagy a város szellemi életében az egyik legkiemelkedőbb alak. És pont emiatt nem csak Budán, illetve hát Buda környékén vált ismerté, hanem gyakorlatilag az oszmán birodalom európai részében is, tehát a mai balkáni területeken is ismerték. És ez az ismertség nem csak erre a 16-17. Századra korlátozódik, hanem egészen a 18-19. Században folyamatosan tudjuk, hogy ismerik az ő kultuszát. Minek köszönhető ez egyébként? Miben tudott ő jelentőset alkotni, amivel így fennmaradt a neve? Nagyon érdekes, mert valószínű, hogy ő személy szerint nem túl sok mindennel. Maga azok az írott adatok, amik tényleg az ő életéből származnak, vagy abból a korból, tehát az 1540-es évekből, azok szinte nem is említik. Azonban annyira jelentős, mondjuk úgy, Buda elfoglalása, ez az esemény, maga Szulejmán szultán is ugye ekkor itt járt a városban, Szulejmán szultán viszont az oszmán történelemnek egy annyira hatalmas alakja a magyar történelemben, talán mondjuk Mátyás királlyal tudnám párhuzamba hozni, tehát az egész birodalom fénykora, hogy pont ezért, akik személy szerint valamilyen módon vagy akkor kapcsolódtak, vagy utána, hogy itt a legenda hozzá kapcsolja, azoknak a nívója és azoknak is személyisége is kicsit felértékelődik. Úgyhogy valószínű ez az egyik alapja Gülbabánál, hogy kialakul köré egy olyan mondakör, hogy a halálakor, tehát a halál az pont Buda ostromakor volt, és magát a koporsóját Szulejmán szultán is vitte. És innentől tényleg egy olyan hatalmas nimbusz övezi az ő személyét, főként a 17. században, ami abban az egész tartományban, illetve a tartomány közvetlen környékén, tehát Budán, és hát a budai vilájet, a budai tartomány ugye az egykori történeti Magyarország szinte teljes területét érintette, hogy tényleg ebben a régióban Gülbaba személye vagy kultusza ismerté vált. A másik ilyen kapcsolódási pont, hogy bármennyire is török hódoltságnak nevezzük, és bármennyire is azt mondjuk mindig, hogy a törökök ide érkeztek, gyakorlatilag Magyarország területére érkező oszmán hódítók etnikailag nem törökök, származásilag a Balkánról érkeznek, tehát túlnyomó többségük vannak természetesen a birodalom más területéről is, de alapvetően a Balkánról. És pont ezek a balkáni kapcsolatok folyamatosan megmaradnak a hódoltság teljes időszakában. Attól függetlenül, hogy ugye ez a 150 év viszonylag hosszú, tehát azok a családok, amik az elején áttelepülnek az egykori Magyar Királyság területére, azok a hódoltság végére már sokadik generáció óta itt élnek, tehát ők is mondjuk úgy, hogy otthonuknak, hazájuknak tekintik ezt a területet, viszont a családi kapcsolataik a Balkánhoz kötik őket, és innentől pont ezek a kultuszok is megjelennek a Balkánon is, megismerté válnak. És még egy, hogy
a hódítás végével nagyon sokan visszaköltöznek a balkáni területekre, tehát viszik magukkal ugyanezeket az ismeretanyagokat. Tehát akkor Gülbaba egy híres, hírhet személyé vált. A Türbe az hogyan alakult? Hogyan zajlott az építkezés, és aztán miként tudott fennmaradni mind a mai napig? Hiszen azért volt két világháború, és igen, és sok még számos éjszín. Más esemény, amiben elpusztulhatott volna, de nem így történt. A Türbe a 16. században a város legszélére épült, de nem magában állt, hanem valahol a mai Török utca mellett, a Türbe és a Török utca között állt egy kolostor. És ez a Türbe ahhoz kapcsolódott, ebben a kolostorban élt és tevékenykedett Gülbaba is, valószínűleg ennek a kolostornak az első vezetője, és utána folyamatosan működött ez a kolostor, és a Türbe a temetkezési helyükké vált. Magában a Türbében az 1914-15-ben voltak el feltárások, és akkor sírokat találtak, minden valószínűséggel tényleg Gülbabájét, és hát körülötte kialakult egy temető. A Türbe kialakítása, megjelenése az gyakorlatilag teljesen hagyományos, átlagos oszmán mauzóleum. Egy 8-ög alaprajzú kis kupolával fedett épület. Most a kutatásoknál volt egy olyan nagy kérdés, hogy például minden oldalán volt-e ablak, mert nagyon gyakran előfordul az oszmán építészetben, hogy ezeknek a türbéknek minden oldalán van valamilyen nyílás. A mostani kutatás alapján azt tudjuk mondani, hogy itt például nem volt. A keleti oldalon biztosan volt, az északin biztos nem volt, a nyugatin meg valószínűleg, hogy nem volt, inkább ezt tudom mondani, ott egy akkora újkori nyílás van, hogy igazából fogalmunk sincs, nem lehet megmondani. Tehát mégis egy kicsit más, mint az átlagos épületek. A története is mondjuk úgy, hogy annyiban egyedi, vagy annyira a magyar sajátosságokat tükrözi, hogy a visszafoglaló háborúk után kápolnává alakítják. Tehát van egy olyan korszaka, amikor keresztény vallási épületként üzemel, vagy működik. Körülötte ekkor is temetkeztek. Most a feltárások során találtunk olyan sírokat, amelyek ehhez a keresztény korszakhoz kapcsolódnak, találtunk olyanokat, amelyek még a korábbi muzulmán korszakhoz kapcsolódnak. Sajnos nagyon kevés sírt találtunk, ez valószínű, hogy az 1990-es években végzett építkezések hát amiatt történt, tehát hogy nagyon az akkori építkezéskor nem volt régészeti feltárás. Bocsánat, hogy félbeszakítom, azért azt mondjuk el, hogy azért kellett vagy kell feltárni a Türbét, mert hogy 2017-ig teljes egészében felújítják. Hogyan álltak neki ennek a munkának? Mit kerestek egyáltalán? Mire számítottak? A mi munkánk annyiban mondjuk úgy, hogy nagyon-nagyon jó rendszerben működik a Budapesti Történeti Múzeum, hogy gyakorlatilag évszázadok óta ezzel a várossal, vagy több mint egy évszázada ezzel a várossal foglalkozik. Úgyhogy az a tudásanyag, ami így összegyűlhet, az tényleg halmozódik az egyes emberek fejében, mondjuk úgy. Minden kollégám felelős egy-egy területért, egy-egy korszakért, és annak a területnek igazából a korábbi ásatásait, korábbi kutatásait is ismeri, illetve hát a hozzá kapcsolódó jelen pillanatban főként 17. századi metszetanyagot vagy képi anyagokat. Úgyhogy ebből azt sejtettük és vártuk, hogy ugye az épület magányosan állt, és körülötte volt egy temető. Tehát ezt szerettük volna tudni, hogy megvannak-e a sírok, és illetve mi a temető kiterjedése. Ez most azért fontos, hogy amikor majd a nagy kivitelezés elindul a Türbe felújítása során, mely területeken lehet még esetleg régészeti feltárásra számítani, vagy hol szükséges még feltárásokat végezni. A Türbe közvetlen környezetében gyakorlatilag biztosak voltunk, hogy lesznek sírok, mert a díszvilágítás készítésekor már. Ez volt a 90-es igen. Évek végén, ugye? Akkor belefutottak, igen, néhány sírba, amit a kolléganom Kovács Eszter tárt föl. Viszont azt nem tudtuk, hogy mekkora a temető. Úgyhogy most megszondáztuk az épület körül is a területet, és... Ez mit jelent? Hogyan kell elképzelni egy ilyen kutatást, szondázást? Hát a terepviszonyokhoz alkalmazkodva, változó méretben, de körülbelül olyan 3x3 vagy 3x2 méteres árkokban ugyanúgy a területet hát kiássuk, föltárjuk altalaig, tehát addig a
jelen esetben szikláig, amit tuti biztos, hogy ember nem bolygatott, és abban látjuk meg, hogy van-e valamilyen hát réteg sor például, tehát az egykori településnek a valamilyen nyoma, vagy mondjuk olyan beásás, régi tárolóverem, régi szemetes gödör, ugye nem volt régen szemétszállítás, tehát a kertek végében ásták el a szemetet, tehát hogy ezekre valamilyen utaló nyom. És itt azt tapasztaltuk, hogy nincsen, tehát valószínűleg a Wagner villa építése, ez ugye az az újkori villaépület a most a Türbe körül, annak az építése során volt egy olyan mértékű tereprendezés, ami a Türbe körül, a Wagner villa körüli domboldalt már annyira átalakította, hogy ezek a rétegek vagy eltűntek, vagy az is elképzelhető, hogy nem voltak. Hány sírt tártak fel eddig? 8-at találtunk most, nagyon-nagyon bolygatott állapotban. Tehát tényleg olyan rossz volt látni, hogy valakinek a fejét a díszvilágítás vitte el, valakinek a lábát a Türbe körül készített szivárgórendszer, másnak a, hát mondjuk a medencéjét, a legutóbbi víztelenítési rendszer, szóval ezek igazából borzasztóak látni. Szerintem, és egyébként hogyan tudják őket azonosítani, vagy egyáltalán meghatározni, hogy mikor éltek? Arra mi azt a módszert szoktuk, amit évszázadok óta a régészet, hogy a körülöttük lévő tárgyak, tehát hogyha van bármi, amit vele a sírba helyeztek, körülöttük lévő, hát stratigráfiai egységek, tehát azok a réteg viszonyok, hogy mibe ásták vele, milyen egyéb réteget vág, milyen más objektumhoz mi köze van, azokból milyen korú leletek kerülnek elő, tehát ilyen viszonyítási rendszerrel. Mai napig talán ez az egyik legpontosabb. Itt annyiból szerencsénk volt, hogy tényleg az egyik csontváznál volt egy kereszt, illetve volt egy kapocs, ami a ruhakapcsa volt, tehát ezekből nagyon szépen lehet a korát meghatározni. Ha ennél sokkal pontosabbat, mondjuk azt, hogy nem nagyon lehet mondani, van a természettudományos módszer, ez a C14-es szénizotóp, tehát az 14-es szénizotópnak szénizotóp földgyűlésének, illetve lebomlásának a mértékén alapuló vizsgálat, amivel tudunk kort határozni. Az a baj ezzel, hogy nagyon-nagyon régi korszakok esetében, tehát mondjuk tényleg az őskorban, ez viszonylag jól használható. A középkorban akkor lehet jól használni, hogyha tényleg semmilyen információnk nincs, és mondjuk századra se tudjuk belőni, hogy mikor egy bármilyen lelet, tehát valamilyen szerves anyagú lelet. Mert hogy ez olyan hiba határral dolgozik, illetve általában egy vagy többnyire azért két korszakot mond meg, egymástól 50 vagy 100 év különbségre is, aminél pont ezekkel a leletekkel mi sokkal pontosabban tudunk keltezni. Ugye említette, hogy egy időben kápolnával alakították át a Türbét. Az elhunytak vallására milyen jelek utalnak? Most azt figyeltük meg, hogy kétféle módon, tehát két irányban temették az elhunytakat. A keresztény temetkezéseknél az a szokás, nagyon szigorúan a középkorban is, igazából még a 18. században is, hogy nyugat-keleti irányban, tehát a fejét a halottnak nyugatra, a lábát viszont keleti irányba, tehát így fektetik le. Ilyen temetkezés volt most is a helyszínen néhány. És ehhez képest teljesen eltérően inkább délnyugat-észak-kelet, vagy délkelet, dél-északi tájolással találtunk szintén néhány sírt. Ezek ők lehetnek, akik a muszlim közösséghez tartoznak. Elvileg a muszlim temetkezésnél az a szokás ebben a korszakban, hogy Mekka irányába, az ugye Magyarországon dél-dél-kelet irányt jelent, arra nézzen az elhunyt. Úgyhogy itt is kicsit még bizonytalanok voltunk az elején, hogy pontosan ez mit fog jelenteni, hogy itt talán a nyugat-keleti tájolást, vagy tényleg inkább azért egy ilyen dél-északi tájolást találunk, de mivel nagyon határozottan ezt a dél-nyugat-észak-keleti tájolást találtuk meg, így mindenképpen arra gondolhatunk, hogy ők azok, akik az egykor muszlim vallású embereknek a maradványai, mert hogy ilyen viszont a keresztény
vallásúaknál abban a korszakban nem szokott előfordulni. Mi lesz most a sorsuk ezeknek a maradványoknak? A helyükről, tehát ahol megtaláltuk, onnan mi felszedtük, el fognak kerülni a Természettudományi Múzeum embertani tárába. Ott az antropológusok megvizsgálják a maradványokat. Igazából egykori betegségekre utaló nyomokat keresnek, vagy bármi olyat, ami további információt nyújthat az elhunytról. Alapvetően egy olyan elsődleges meghatározás is persze mindig készül, hogy az elhunytnak a kora, nem-e, és tényleg ezek, hogy milyen egyebet lehet még meghatározni. Ezt követően két dolog szokott fölmerülni. Az egyik az, hogy ott maradnak az embertani tárba, a leltári számot kapnak, és gyakorlatilag a gyűjtemény részét képezik. A másik, eddig mi keresztény síroknál alkalmaztuk ezt a múzeumnál, hogy például az a templom, ahol ezek a sírok felszínre kerültek, ott helyet biztosítottak és visszatemetésre kerültek. Most legutóbb, ugye ez maga a Türbe felújítása igen komoly együttműködésben készül a török féllel. Ő felmerült itt is az igény, hogy akkor itt a helyszínen vissza lehetne a Türbe mellett temetni a muszlim maradványokat. A keresztényeknél meg szintén elképzelhető, hogy akkor nem itt, hanem egy másik templom mellett kerülnének visszatemetésre, vizsgálat után természetesen. Ugye, amiről eddig beszéltünk, az a Türbe környezete. Magát az épületet hogyan tárják fel? Az épületet művészettörténeti, illetve festőrestaurátori kutatás során tárjuk föl. Makoldi Gizella festőrestaurátor és László Judit művészettörténész, akik dolgoztak az épületen. Ővelük együtt dolgoztunk már több török emlék, tehát a budai török fürdő kutatásában, úgyhogy nagyon jól tudják, hogy mi az, amit egy török épületnél várhatunk, megkereshetünk. Mind a ketten nagyon-nagyon jó szakemberek. Alapvetően ez egy viszonylag kicsi és épület, úgyhogy mondjuk azt, hogy nagyon-nagyon könnyen és jól kutatható. Az egyes periódusok is igen-igen jól elválnak egymástól, hiszen ez a muszlim-oszmán formakincs nagyon eltér a későbbi barokk keresztény formakincstől. Sajnos, amit találtunk, az, hogy valamikor a 60-as években körülbelül igen komolyan, teljes vakolatát szinte leverték a türbének belülről, tehát semmiféle barokk festést, amiről azért írott adataink vannak, hogy voltak, nem találtunk. A török korból is nagyon-nagyon kicsi felületek, tehát vakolt felületek maradtak fönt, úgyhogy alapvetően a kutatás arra tud szorítkozni, hogy a nyílásrendszereket jól periodizáljuk, tehát hogy tényleg amit látunk, abból mi az, ami oszmánkor, illetve a többi az mely korszakban készült. Vannak természetesen, vagy sajnos olyan részei, amik adatok elvesztek már az évszázadok során, tehát el tudjuk képzelni azt, hogyha van egy kicsi ablak, és abból készítek egy nagyobbat, a kicsi ablakról semmiféle információ azután már nem marad meg. Úgyhogy ezért vannak olyanok, amikről nem tudunk nyilatkozni. Van, amiről viszont lehet egyértelműen, hogy török korban volt, vagy nem volt. Én úgy gondolom, hogy ami most nagyon-nagyon szépen látszik, hogy bár szamárhátívek voltak az épületben, tehát bár a csegelyek hasonlóan néztek ki, mint most, de egy nagyon-nagyon icipici eltérés azért van az oszmán, tehát a 16. századi megjelenése, meg a kutatás előtt látható megjelenések között. De éppen annyi, ami, hogyha valaki mondjuk Törökországból érkezik, és rengeteg türbét látott, annak valami zavarja a szemét, hogy nem így szokott kinézni, hogy a kupola nem így szokott a csegelyen ülni, hogy a csegelyek indítása is nem pont így szokott kinézni. Most ezeket lehetett szépen föltárni, és én úgy érzem, hogy az építész részéről ennek a bemutatására hajlandóság is van. Tehát, hogy a kupola egy kicsit mindig kiszokott ülni a térbe, hogy a szamárhátívek kicsit, mondjuk úgy, hogy kecsesebbek, jobb, bizonyos részeken meg jobban ki vannak emelve. Úgyhogy ezek a formai változtatások most szépen láthatóak, dokumentálhatóak, és én úgy gondolom, hogy van arra hajlandóság, hogy
visszaállításra is kerülhessenek akár. Egyébként ennek a kutatásnak az eredményeit valamiféleképpen láthatóvá teszik, vagy bemutathatóvá? Mi úgy szoktuk csinálni, hogy erről készül egy igen részletes dokumentáció, ez kötelező módon bekerül hát talán most Foster intézett, de a sok átalakításra nem tudom, a saját adattárunkba biztos, a Nemzeti Múzeum adattárába biztos, és hát a régi kulturális örökségvédelmi hivatal adattára, ami most éppen nem tudom hova tartozik, oda bizonyosan bekerül. És erről előzetes publikációk mindig szoktak megjelenni. Hogy a kutatás eredményei utána a helyreállításnál milyen módon lesznek figyelembe véve, ez mindig attól is függ, hogy milyen jellegű a felújítás, mi a cél, mi az, amit meg lehet valósítani, mi az, amit nem, akár gondolok is statikai gondokra, vagy bármi, ami mondjuk egy ilyen dolgot akár ellehetetleníthet, vagy mondjuk tényleg nem biztos, hogy a kutatási eredmény valósulna meg. Úgyhogy erről még nem tudok nyilatkozni. Én azt látom, hogy ezek nem olyan mértékű átalakítások, amiket szerintem ne lehetne akceptálni. Úgyhogy én bízom benne, és aztán meglátjuk. Mi van még hátra az önök munkájából? Most gyakorlatilag a dokumentálás már. Tehát akkor mondhatjuk, hogy már befejeződött a kutatás a helyszínen. Igen, befejeződött. Mind a Türbe közvetlen környezetében a régészeti feltárások, mind a szondák, mind az épületen belüli kutatások is, úgyhogy gyakorlatilag ennek a végső dokumentálása, rajzolások, fotózások, geodéziai bemérések azok, amikből még egy-két napnyi munka hátra van. Tudom, hogy ez nem az ön kompetenciája, de talán egy előzetes információt tud arról nekünk adni, hogy mikor kezdődik meg a tényleges fejlesztés. Ugye én véget pontos értek dátumot a feltárások. Én úgy gondolom, hogy idén, de alapvetően ugye pont magának a tervezési folyamatnak egy fontos eleme, hogy ezeket a kutatási eredményeket ismerjék és tudják hasznosítani. Pontosabb dátumot én nem tudok erről mondani. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen a meghívást.